Kedves nézőink, a Kábítószer Egyeztető Fórum idén is megrendezte Drogstop elnevezési vetélkedőjét általános és középiskolások számára. Következő összeállításunk erről szól. Ennek apropójából állítottuk össze ezt a feladatot. Ágnes, mit kell tudnunk erről a vetélkedőről? Idén 10 éves az Ajkai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. Ezt a KEF-et a Térségi Családsegítő és Gyerekjóléti Szolgálat működteti, immáron 10 éve. Idén rendhagyó a vetélkedő, két napos. A tegnapi és a mai nap folyamán jöttek gyerekek. A tegnapi nap folyamán az általános iskolásokat fogadtuk, a mai nap folyamán pedig a középiskolásokat. Mind a két nap 8-8 csapat képviseltette magát. A mai napnak a különlegessége az lesz, hogy külsős helyszíneken fog lezajlani többnyire a rendezvény. A KEF tagjainak a munkahelyén lesznek különböző feladatok, úgy, mint például a Ajkai Rendőrkapitányságon, a Védőnői Szolgálaton, illetve bent a Családsegítő Szolgálatnál. A kérdéseket, feladatokat mi alapján állítottátok össze? Igazából ezt meghagytuk minden KEF tagunknak, hogy szabadon állíthassa össze, illetve annyi volt a kérés, hogy az idén ne azt hangsúlyozzuk, hogy miért ne kábítószerezzenek, vagy miért ne fogyasszanak alkoholt, hanem inkább erre az egészséges életmódra, a sportolásra fektettük a hangsúlyt. Mi arról a véleményed, mennyire tud befolyásolni, hogy mennyire lehet befolyásolni a fiatalokat ezekkel a vetélkedőkkel? Hát én bízom benne, hogy ha nem is tudom 100%-ig befolyásolni őket, de azért megragad bennük valami. Mert én azt gondolom, hogy ők évről évre várják ezt a vetélkedőt. Pozitív a visszajelzés, és ha csak egy-egy osztálytársuknak mondják tovább, hogy mit tanultak esetleg a különböző játékok alkalmával, az már teljesen jó. Egy ilyen játékra, hogy feladatlan tudnál példát mondani? Például az általános iskolásoknál, amit nagyon-nagyon élveztek, az a részek szemüveggel kapcsolatos feladat volt. Ez egy olyan szemüveg, ami azt mutatja meg velük, hogy milyen az, amikor az ember túl sok alkoholt fogyaszt. Azzal kellett így székek között szlalomozni, és hát megdöbbentő volt, hogy mennyire nem tudták koordinálni a saját mozgásukat. A nagyok... Önálluk inkább az ilyen totók, kérdőívek, amik jobban előtérbe kerülnek, illetve most például tudom, hogy lesz olyan feladat, hogy tudják-e, hogy kell újraéleszteni egy embert, illetve itt nálunk kimondottan egy plakátot kell készíteniük, hogy miért jó ma Ajkán fiatalnak lenni. És mennyire vagytok napra készek a designer drogokban, ugyanis napról napra változnak ezek az anyagok? Hát próbálunk azok lenni, rengeteg konferenciára eljárunk, amit az NDI is szervez, illetve hát ugye van a rendőrségtől is két KEF tagunk is, akik azért ezeken a kefüléseken tájékoztatják a többi tagot az éppen aktuális designer drogokról. A vetélkedő mivel jutalmazzátok a résztvevőket? A vetélkedőn mind a két nap felajánlás tortát tudtunk adni, illetve az egyik ajkai étterem pizzajegyeket ajánlott fel, valamint a KEF-nek évről évre vannak ilyen KEF emblémával ellátott füzetek, tollak, mappák. Ezeket tudjuk minden csapattagnak adni, illetve az idén pendrive-okat is kapnak majd a diákok. A Drogstop vetélkedőt az általános iskolások közül a Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola Kender Zsub csapata, Mayer Zsófia, Csánic Vivien, Rédling Szabolcs, Bolla Máté és Boldizsár Barnabás nyerte. A második helyezett csapat, az Okosok, de nem drogosok, szintén a Szent István iskolából érkeztek. A harmadik helyezést a Fekete István Vörös Marti Mihály Általános Iskola és Gimnázium Extázi nevű csapata szerezte meg. A középiskolások közül a legeredményesebb az Ajkai Bródi Imre Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Cserje csapata lett, a csapatot Bokor Dorina, Csabai Dóra, Belloni Georgina, Vas Martin és Rádonyi Damján alkotta. A második helyen a Szent Györgyi Albert Szak Középiskola, Szakiskola és Kollégium Cerebrum Magnum csapata végzett. A harmadik legjobban teljesítő diákok az Ajkai Szakképzőiskola és Kollégium Bánki Donát intézményegységéből érkeztek, csapatuk a Fogalmam Nincs nevet viselte.